Sziasztok, üdvözöllek benneteket ebben az alagútban. Az a lényeg, hogy az alagút végére ne nézzetek, vagyis hát nézhettek, és onnan várjátok a fényt. De nem szabad oda menni. Ah, igen, az, gondolkoztam én itt közben, hogy mi a fene szokott az az alagútas mondás lenni, hogy mit nem szabad az alagútban. Gondoltam, hogy pisilni, nem, valahol sztéket sütni, de az se, de aztán meg lett az, hogy a vége felé menni, vagy a fény felé menni. Ez a játék ez nem más, mint a The Witness, aminek a magyar címe az, hogy tanú, és meglátjuk, hogy milyen állítólag egy puzzle játék, egy ilyen logikai, kirakós puzzle játék, és mert majd meglátjuk, hogy mennyire vagyunk ebben jók, bár igazából ti lehetek bármennyire jók, hogyha én nem vagyok semennyire, mert én játszok, és nem pedig ti. Na hát nézzük meg, hogy mi van itt. Bal egér kurzorral gondolom le tudjuk. Ajjaj, kezdődik. Ja igen, itt csak végig tudjuk vezetni. Nem tudunk kimenni a vonalból? Oké, nem tudunk kimenni a vonalból. Ezt és megint kattintunk egyet, és kijutottunk a fúrógépünk belsejéből, és elérkeztünk a következő bánya részre, ahol már egy sokkal nehezebb feladat vár ránk. Úgy látszik, egy fordított L betű alakot kell lemintáznunk, úgyhogy innentől eljövünk ide, innentől pedig eljövünk ide. És kattintunk egyet. Jó, hát egyelőre ez nem volt különösebben nehéz, viszont most ki fogunk érni a külvilágba. Hogyha láttok ilyen beakadásokat, az azért van, mert most nem vagyok otthon, és nem a izom szuper meg a király PC-ben veszem fel a dolgokat, hanem egy laptopon, ami nem értem, hogy miért, de így hajlamos néha beakadni. Tehát megint a 60 és a 3 FPS között ingadozunk néha. Jó, le tudunk menni a útról. Van árnyékom! Ezt meg kell becsülni. Nagyon-nagyon-nagyon ritkák azok a játékok, ahol van árnyékom. És akkor van egy ilyen kurzorom, amivel így tudok kattingatni dolgokat, és balkattal veszem elő, jobbkattal pedig tüntetem el. Valószínűleg ez lesz az első kirakós részünk, ami fejtörést fog okozni. Na nézzük, hogy honnan kell hova menni. Innen kell, hogyha jól láttam, akkor oda fölülre menni, ami hát gondolom, hogy nem probléma. Kérdés az, hogy mondjuk így bele tudok-e magamba, bele tudok magamba ütközni. Jó, hát akkor innen ide. Oké, okay, yeah, és áram. Jó, mit csinálunk az árammal? Megvilágítjuk ezeket a kék szabadtéri korallokat. Á, akkor most pedig ide kell jönni. Jó, na nézzük, úgy látszik, hogy akkor ez egy kis labirintus játék. Jó, hát ez így. Most el tudom képzelni a lány nézőket. Még jó, hogy itt teli vagyunk előítéletekkel, de a lány nézőket, akik így ránéznek erre, és így nem látom át az egészet. És a fiú nézőket, akik, ja igen, innen ide úgy tudunk eljutni, hogy na, hova kell? Hova kell? Á, oda jobb oldalra, fölülre, jó, így mehetünk volna a másik úton is, de így egyszerűbb. Ja igen, és hogyha az egérnek a alacsony pontosságára utaltok, vagy az alacsony mozgási sebességére utaltok, meg a szaggatottságára, az pedig azért van, mert éppen érintőpadról játszom a játékot. És ezt a nagy kaput fogjuk kinyitni, de ezt a nagy kaput én még, ki akarom én még nyitni ezt a nagy kaput? Vagy shift-tel tudunk sprintelni? Aha, tudunk shift-tel sprintelni. Vagy először meg tudnám csinálni ezeket a kirakós részek. Oh, ez itt három. Hova kell menni? Oda fölülre. És akkor itt... Ja, itt vannak ilyen kis részek, ahol el lehet oda jutni. Mondjuk így. És hogy? Másikat nem kell rá kötni? Nézzük már meg, de szerintem nem. Nem, mert ez egy reset-tel. És jaj, de jó, hogyha azt reset-teljük, akkor ez az egész meg itt nem vész kárba. Szóval az nagyon király, legfeljebb csak átalakul. Jó, de tetszik egyébként a játéknak a kialakítása. Szépek a színek benne, amit a YouTube halálra fog butítani, úgyhogy ti ne lássatok belőle valószínűleg semmit. Meg tényleg becsülöm azt, hogy adtak a készítők karakterünknek egy árnyékot. Ha már testet nem, de az már... Itt van valami egyébként? Az már nem is elvárás, mert nagyon kevés az a játék, amelyikben normálisan kimunkált testük van a főhősöknek. Na, nézzük, hova megyünk. Hogy akarod te azt, hogy én két helyre menjek?
Vagyis hát gondolom, hogy ez ilyen opcionális, és választani lehet, hogy a kettő közül melyikre menjünk. És egy... Ja nem, kétféle ajtót tudunk vele kinyitni. Aha, jó, reszetteljük le, és menjünk el inkább amahoz az ajtóhoz, ahova meg úgy tudunk menni, hogy jó, ide, és akkor innen meg át tudunk menni oda, így né. Jó, akkor most állítólag az összes áramkört beaktiváltuk, amelyik elvezet ebbe a cuccba. Tudunk ugrani space-szel? Nem tudunk ugrani, nem. Jó, oké, úgy látszik, hogy semmi más nem tudunk, és kinyílt ez a kis konzol. Na nézzük, hogy gondolom le kell menni a legaljára, van egy tippem. Így van, és kinyitottuk az ajtót. Na most kérdés az az, hogy a jövőre való tekintettel, ugye mivel mi ilyen jártasak vagyunk a számítástechnikában, és előfaj is tudjuk azt, hogy az ilyen kirakós játékok hol a fenében vagyunk. Ja nem, itt, jó, oké, nem szóltam. Szóval a kirakós játékoknál, de nem. Itt az előbb ment egy kábel. Emlékszek rá, tuti, hogy itt ment az előbb egy kábel. Vagy nem itt volt, vagy nem kábel volt, vagy nem ment. De én úgy emlékszem, ja az nem is itt volt. Ó, hol a francba volt? Itt jöttünk, igen, ennek a kábelnek keressük a nyomát, vagy én itt jöttem be, és... Ja, itt, aha, jó, oké, teljesen megőrültem, nem tudom, ki vagy az agyam, egy kicsit mono vagyok már ilyenkor este 4-9-kor, amikor ilyen videókat kell fölvenni. Na, merre kellene mennünk? Erre. Ide. Jó, most beaktiváltuk ezt a kábelt, remélhetőleg az energia kapu, ami itt maradt elől, az nem kapcsol ki, így van, és hogyha esetleg, ne adj Isten, a falnak a túloldalán arra a kábelre szükségünk lenne, akkor ha-ha-ha-ha, mi már aktiváltuk, így van, na, kis japánkert stílusban haladunk tovább, mint a stílusnak a belsejében haladunk tovább, nem mi haladunk japánkert stílusban, és megint valószínűleg meg kell várni, amíg betölt a játék, mert itt eléggé beszemcsésedett minden, és leesett az FPS megint a nulla környékére, és... úszómedence. Bizony, eléggé szép kis kastély, szép kis vár tárul a szemünk elé, de mi nem szeretnénk most azzal foglalkozni, és még sétálás és futás animáció is be van programozva a karakterünknek. Ó, és úgy tűnik, hogy a következő feladatunk pedig egy sakjátszmának a lebonyolítása lesz. Mi lesz? Ez ugyanaz, csak inverse. Ja, aha, ezekből indulunk, és akkor azokba kell odaérni. Ú, de rossz ezt játszani, nem? De rossz ezt nézni. Ah, és most kettőt... Hm? Tehát ez oké. És akkor most így történt valami, vagy... olyan, mintha egyébként, mintha reszettelte volna az egészet. Tehát, hogyha innen kijövünk mondjuk ide... Oké. Adott egy bloom hangot, és utána pedig ez itt szépen lassan elhalványul. Lehet, hogy időre kellene végigfuttatni, de nem tudod időre végigfuttatni, mert ahogy kattintasz, a másik szinte azonnal el fog halványulni. Jó, na ezt egyelőre nem tudjuk. Haladjunk tovább, én most elsőre mindenféleképpen szeretném annak a kábelnek talán megtalálni a túloldalát, amennyiben lehetséges. Van itt egy félig lerobbant üvegház, benne egy tévé. Nem tudom egyébként, hogy az egész játék erre a kirakósra épül-e. Ha azokat a pontokat, lehet, hogy mind a kettő pontot érinteni kell. Tüp. Aha, és akkor jön a következő. Ezeket a játékokat egyébként nagyon utálom, amiben ezt kell így csinálni. Hogy csináljuk ezt? Így. Jó, ez valószínűleg egyenlőre ez még az egyszerűbbek közé tartozik, és a végén kijön egy horog kereszt, majd figyeljétek meg. Ez nem ugyanaz, mint a másik volt, mert... Ja nem. Hogy lehetne ezt így, és utána pedig felfelé. Egyelőre egyébként tetszik, ezek tök jó feladványok. Jó, most valószínűleg oda kell majd eljutnunk, szóval lehetne menni így. Nem, akkor visszamegyünk saját magunkba. Azt akarom, arra akarok rájönni, hogy melyik kis cuccal
kellene kezdeni, de ugye ez így nem jó, ezt már kapásból elrontottam, tehát itt mindenféleképpen, igen, itt mindenféleképpen így kell jöjjük. Szerintem nem ezzel kell egyébként kezdeni, hanem ezzel. És... na, itt van az első kihívás, valószínűleg már izzanak az ujjak, és írjátok a kommentek közé, hogy hogy a francba kellene ezt megcsinálnunk. De ugye most, hogyha így jövök, akkor elvágom saját magamnak az útját ebből az irányból. Tehát ezt, ezeket úgy látszik, hogy ez, tehát vagy innen kell oda kanyarodnom, vagy tehát valahogy a vége felé kellene arra felé járnom. Igen, mert ugye ezt a vonalat nem tudjuk használni, hogyha ez erre felé lezárjuk a dolgainkat. A középen át tudunk menni, egyébként nem, a középen sem tudunk átmenni. Kezdjük mondjuk innen. Látjátok, mondtam én, hogy ezek nagyon egyszerű, jaj, és ez lesz a legnehezebb, de hogyha ezt megcsináltam, akkor megcsináltam a hard fokozatot is, és akkor nagyon menő leszek. Jó. Na, hát nézzük, hogy akkor ezt hogy lehetne. Valószínűleg ez a vége lesz, hogyha ugyanazzal a metódussal szeretnénk kijutni, mint ahogy az előző egben megtettük. Tehát megint az egésznek annyi lenne a lényeg, hogy találni kellene egy tök jó kiinduló pontot, amit utána végig tudnánk követni. Csak ezzel túlságosan sok utat zárunk el magunk elől. Vagy meg lehetne még azt próbálni, hogy igen, csak itt nem tudunk visszajönni, tehát a jobb alsónak az jobb alsót érintve nem fogunk tudni visszajönni. Ez is egy jó ötlet lenne, így csak így sem tudunk visszajönni. És hogyha megpróbálnánk valahogy errefelé, csak ugye megint az, hogyha errefelé jövünk, akkor meg ezt nem tudjuk, ezt a jobb oldalit nem tudjuk összeszedni. Szóval eléggé dilemma helyzet, mert ugye ide is le tudunk jönni, de ennek meg pláne nincsen semmi értelme, mert teljes egészében zsákutca. Oké, légy reszetteld magadat, mert idegesítő, hogyha látom, hogy mi a rossz és merre voltam már. És hogyha így, de szerintem ezt így már próbáltam. Igen. Így sem jó. Egyelőre eléggé, sajnos, eléggé találgatás szagú a dolog. Ha csak nem, hát már pedig nem. Már pedig nem lehet itt el... ott én látok még egy kis helyet, ahol még ott el lehetne surranni. Nem, így sem jó. Ez érdekes, és úgy érzem, hogy mivel ti más is szeretnétek látni, ezért feladom, és haladjunk egy kicsit tovább. Tudjátok, hogy mi az egészben a legcsodálatosabb? Az, hogy nem indítottam el az időzítőt, úgyhogy innentől kezdve 10 percen keresztül fog tartani a videó. Oké, na, van egy dominónk, amin egy kettes szám található, és gondolom, hogy ide kell eljönni. Ez ennyi. Ebben hol a trükk? Kezdek félni, hogy nem értem az egésznek a mechanizmusát, és a legvégén, amikor érteni kellene az egészben a mechanizmus, akkor nem fog majd sikerülni. Olyan, mintha... És ez itt már nem jó. Ezt vajon ilyen alakban kell megkerülni? Mert eddig az összeset ilyen alakban... Aha. Eddig az összeset ilyen alakban... Így körbe kell őket futtatni, vagy... Az az igazán menő egyébként ebben, hogy lassan megfejtem az egészet úgy, hogy tudnám, hogy igazából mit kell csinálni. Hova kell beérni? Oda kell beérni. Vagy vajon mindegyiket legalább két oldalról kellhet érinteni? Hi? Ez így nem jó. Akkor próbáljuk meg így. És mondjuk így. Ja, el kell választani. Aha! El kell választani. Tehát egy vonallal... El kell választani a fehéreket a feketéktől. Aha. Tehát egy vonallal el kellene választani a fehéreket a feketéktől, mert ez így nem lesz jó. Igen, emiatt. Jó. Az eleje pedig attól függetlenül szerintem nem rossz, ha csak nem mondjuk így. És utána
így. De ez, várjunk, nem, mert ennek itt le kell jönnie, így keretezzük be. Nem, így, és most vissza. Oké, jó. Világos. Na nézzük a következőnél, hogy hova kell mennünk. Oda kell mennünk. Akkor szerintem az a fehér, az a üres kocka az nem véletlenül áll úgy, ahogy áll, mert valószínűleg így kell jönnünk. Sőt, nem is így kell jönnünk. Így leválasztjuk a fehéret, és beérkezünk. Na, és akkor megint elérkezünk az utolsóhoz, és akkor remélhetőleg ez meg lesz. Jó, valószínűleg ezt mondjuk meg lehetne csinálni így, mert ugye ez lenne az utolsó, ahova ki kellene menni, és szerintem azt így lehetne megcsinálni, csak ahhoz le kellene ezt a kockát választani, sőt, az meg most már innentől kezdve részletkérdés, hogy tudom is, hogy hogyan, tehát így. Nem jó. Nem jó, mert ugye, hogyha ezt így csináljuk, akkor itt három kocka is benne marad a fehérek között, szóval ezt valahogy okosabban kellene megcsinálni. Nem biztos egyébként, hogy kritérium az, hogy ugye alakzatban válasszuk ketté a fehéreket. Lehet, hogy meg lehet azt is csinálni. Nem, ez így nem jó, vagyis ez nem így a jó, hogy mondjuk ti így, de nem, még akkor már csak az a, akkor már csak az egy fehér marad mindösszesen. Mondjuk jöjjünk el erre így, ez így sem lesz jó. Igen, mert azt akartam, hogy így, de akkor itt a kurzorunktól balra levő fekete fog benne ragadni. Ezek a legutolsók egyébként az elsők annyira irreálisan könnyűnek tűnnek, és utána meg egyik pillanatról a másikra úgy belenehezít, hogy aztán meg legény legyen a talpán, aki megoldja, de így sem az igazi még mindig. Mondjuk így, de így viszont elzárom magam elől a kijáratot, pedig ez így nem lenne rossz. Errefelé így nyilván nem metek, itt fölfelé lenne a jó menni. Lehet, hogy hamarabb kellene, vagy hamarabb kellene itt lekanyarodni. Ez így nem jó, mert már most akkor kapásból összezárjuk őket, sőt, ugye nyilván ezen az oldalon is összezárjuk őket, szóval szerintem itt fel lehetne jönni. Ezt így ide befordítani, ezt így ide befordítani, és ezt pedig rázárni. Yes! Oké, jó, megcsináltuk. Nem tudom, hogy sikerült-e vele elérni valamit, vagy csak büszkék lehetünk magunkra, hogy egy kirakós részt megoldottunk, de bármelyik is legyen, én mindenféleképpen örülök a végeredménynek. Ugye erre felé volt egy olyan, hogy kiengedtünk itt valahol egy kábelt, ugye itt az előző, ez itt az előző kis kastély, ahol jártunk, és valószínűleg nem szeretnék egyébként visszaesni. És nyilván ennek az ablak, aha, nézzétek, csak ott megy ki az a kábel. Nézzük már meg, mert már az érdekelne, hogy remélhetőleg nem hiába volt az, hogy mi bekapcsoltuk azt a áramdrótot. Aha, itt, aha, és kinyitottunk egy ajtót, na nézzük, hogy ez az ajtó hova vezet. Hú, izgalmak, ez valószínűleg egyébként most valamilyen titkos helyre fogunk elérkezni a játékon belül, mert ez úgy el volt itt rejtve, vagy úgy el van rejtve ez a rész, hogy ennek itt tuti, hogy valami funkciója lehet. Na, és akkor elérkeztünk egy következő, úgy tűnik, hogy eléggé komoly kihívás jelentő ajtóhoz. Ami meglepne, hogyha ennyi lenne a megoldása. Nyilván nem. Na nézzük, hogy hogy a francba kellhet ezt megoldani. Mi lehet itt a trükk? Ugye minden elágazásban van egy hatszög. Tehát nem azt akarja a játék. Ja, mindegyik hatszöget össze kellene kötni. Na jó, azt tudjátok, hogy ki a franc fogja megcsinálni, hogy mindegyik hatszöget kössük össze. Ta.
ta. Ahhoz képest, hogy ki a franc fogja megcsinálni, ahhoz képest elsőre egész jól sikerült. Ez is egy kirakós, ami egy ókori kirakós, ami itt maradt romként. Mi lenne a cél? Kérdem én, hogy mi lenne a cél? Ezekkel szokták jelölni a cél, de nem jó, mert... Mi az ott az a háromszög? Az mit ábrázolhat? Be kellene kereteznünk? Hiszem, hogy be kellene kereteznünk, mert szerintem nincsen rá lehetőség. Érdekes itt. Ez egy érdekes itt, viszont most itt van egy másik pont ugyanilyen ábra, és akkor most már ebbe úgyis annyira belejöttünk, hogy lehet, hogy ezt kellene még... szemetek! Lehet, hogy ezt kellene még oldani, de lehet, hogy inkább a háromszögön kellene, hogy az agyam járjon, mert ezt nem biztos, hogy olyan egy hamar meg fogom oldani. Basszus, pedig ez ide jó lett volna. De akár még egyébként jó is lehet, hogyha így megyünk, lejövünk, erre megyünk, felnyitjuk. Jó! Nagyon jó. Egyébként, hogy őszinte legyek, egész büszke vagyok magamra. Nem gondoltam volna, hogy ezeket a logikai feladványokat szerintem legalábbis az én elvárásaimhoz képest ilyen gyorsan sikerül megoldani. Mi ez a háromszög? Nem tudok rájönni. Tök jó lenne egyébként, hogyha nem csak villogna, hanem valamilyen tutoriál lenne, valami oktató felirat megjelenne, hogy jó, oké, háromszög, de mi a fenét szeretnétek ti ezzel a háromszöggel igazából? Mert ugye nagyon más irány az nincs. Nagyon más irány az nincsen. Valami a csúcsai jelenthetnek valamit, vagy az oldalai? Ugye ezt így már próbáltuk. Ez az a legnagyobb számú oldal, amivel körbe tudjuk határolni. Tehát ez így nem játszik. Ugye így kettővel is tudunk menni, de ez se tetszik neki. Az az érdekes egyébként, hogy nincs is cél jelölve, hogy mit kellene egyáltalán csinálnunk. Tehát tippem nincs. Az a baj, hogy hiába kattingatok rá, nem történik semmi, hiába próbálom forgatni, VASD, nyilak, Control, Space, semmi nem történik. Na jó, én úgy érzem, hogy szerintem ezt... Az ott micsoda? Te. Mi vagy te? Of all the communities available to us, there's not one I would want to devote myself to. Except for the Society of True Searchers. Which has very few living members at any time. Albert Einstein, 1924. Végezte? Oké, úgy tűnik, hogy végzett. Valaki beszélt valamit, amit igazából nem hallottam, mert annyira le volt véve a hang, úgyhogy csináltam magamnak még egy kis feliratszerkesztés is a videó végére. Jó, viszont lejártam is a idő, köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt a The Witness, remélem, hogy izgalmasnak találtátok. Már amennyire izgalmasnak lehet találni ezeket a logikai feladványokat, és remélem, hogy nem untátok halálra miközben várakoztatok arra, hogy megfejtsem őket, hanem ti is tudtatok velem együtt gondolkodni, és nem bizonyultam hozzátok képes túlságosan bénának. Hogy a fenébe kell ezt megoldani? Erre, nem. Még egyszer, erre, nem. Hogyha ezzel indulunk el, akkor... De annyira idegesítő egyébként, és akkor van egy ilyen feladvány, és akkor utána meg ül az ember egy csomó időn keresztül, és azon gondolkozik, hogy a francba lehetne ezt így megoldani. Oké, rendben van, köszönöm a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, teszelgető sorozatnak a lejátszási listájához, a további sorozatokhoz is. Én most búcsúzom tőletek, köszönöm még egyszer a figyelmeteket, Hollander voltam. Sziasztok!